Folytatódik az üzengetés az ellenzéki előválasztáson. Puzsér Róbert a közösségi oldalon ismét Karácsony Gergelyt és Horváth Csabát bírálta. Utóbbit gerinctelen, rossz képességű, világnyomorultjának nevezte. Közben az MSZP és a Párbeszéd jelöltjei egymást is kritizálják. Ráadásul szerdán a Momentum elnöke is arról beszélt, hogy egyik jelölt mögé sem tudnának beállni. Elemzők szerint kevés az esély arra, hogy a főpolgármester jelölti poszton egység lesz az ellenzéki oldalon. Gratulálok Karácsony Gergelynek, hogy Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc is támogatja a főpolgármesteri címért folytatott küzdelmében. Így fogalmazott Puzsér Róbert a közösségi oldalon. A publicista az MSZP és a Párbeszéd főpolgármester jelöltjét is keményen kritizálta. Azt írta, idézem, Karácsony Gergelynek méltó szövetségese lesz októberig Horváth Csaba, egy igazán gerinctelen, rossz képességű és agresszív világnyomorultja, akivel bizonyára nyerőpárost alkotnak majd. A fogalmi részét nézzük, az troll. A jelenlegi és leendő jelöltek az egységet hirdető nyilatkozatok ellenére folyamatosan támadják egymást. Az MSZP-s Horváth Csaba hétfőn trollnak nevezte Puzsér Róbertet, mostani riválisát, Karácsony Gergelyt pedig az ATV-ben szövetségi politikája miatt bírálta. Karácsony Gergely erre a szocialista jelölt irodájának méretével vágott vissza. Nem olyan jelölt kell, és ne haragudj Csaba, akkor én is hagyjam vissza a kölcsönt, aki 9 éve nem költözött ki a főpolgármester helyettesi irodájából, és olyan csili-vili irodája van, és akkora, mint az összes ellenzéki képviselőnek együtt se. Közben az LMP támogatását élvező Puzsér Róbert is szünet nélkül kritizálja mindkettőjüket. Horváth Csabát kampány oldalán senkiből lett címzetes senkinek titulálta, és visszalépésre szólította fel, mert a szocialista jelölt azt pedzegette, hogy a nyári előválasztási fordulóra nem is lesz szükség. Éppen próbálnak kihátrálni egy olyan megegyezésből, amit amúgy az kézjegyükkel is elláttak. Az LMP szerint a szocialisták már most fel akarják rúgni a megállapodást. Én érzem azt, hogy ők nincsenek ahhoz az új politikához hozzászokva, amit Puzsér Róbert is képvisel. Nem tartják őket a legalkalmasabb közös jelöltnek. A Momentum az egyik legerősebb budapesti ellenzéki párt. A megegyezést tovább nehezíti, hogy a Momentum is saját jelöltben gondolkodik. Fekete Győr András szerint ugyanis ők az egyik legerősebb ellenzéki párt Budapesten. De egyik se szimpatizálnak? Egyik jelölt mögé sem tud mindenki beállni jelenleg. Én egyébként elbírom azt képzelni, hogy ez változhat ez a helyzet, ezt nem tudom, a Momentum részéről mi még megtesszük, amit megkövetel tőlünk Budapest. Önmagában már egymást felörlik egy picit ezek a jelöltek, pedig még oda sem jutottunk a önkormányzati választásnak a startvonalához. Farkas Őrs politológus szerint a végső nyertes mögé nem csak a pártok, hanem a szavazók sem biztos, hogy képesek lesznek felsorakozni. Azok a választók, akik most mondjuk akár Horváth Csabára, akár Karácsony Gergelyre szavaznak, azok jó eséllyel utána akár a második fordulóban, akár élesben az önkormányzati választáson némi sértettséggel magukban, hogy nem az ő jelöltjük lett a befutó, jó eséllyel nem vesznek részt sem a kampányban, adott esetben sem a választáson. A szakértő emlékeztetett, a baloldali pártok számára rendkívül nagy kihívás lesz, hogy októberig 4-szer mozgósítsák szavazóikat. Ha pedig Tarlós István az egy-egy elleni küzdelemben is győzelmet arat, akkor egyetlen felmutatható politikus sem marad a baloldalon.